Figyelem! Ez a videó nem teszt és nem is bemutató, csupán szórakozás és szórakoztatás céljából készült. Az Ezzel játszunk sorozat kötöttségektől mentes, laza jeleneteket tartalmaz, azaz csak játszunk a játékokkal, közben sok dolgot beszélünk össze-vissza. És persze csocsónya fog. Sokat. Na, most, hogy ezt tisztáztuk, következzék a videó. Jó szórakozást! Szervusztok, nézőink, ez itt az Ezzel játszunk. Szunyának hív meg a karaktert. A szuny. Nem tudsz olvasni. Azt, hogy letörlöm, azt csak azt csináltam. Na mindegy, szóval World of Warcraftot kértetek, World of Warcraft-tal fogunk játszani. Mert egy kérdés, tényleg azt kérték, mert én utoljára egy heten írtam. Többen kérték azt, mint a Heroes of the Storm-ot, de ezért okay. Attól még majd azzal is Chris fogok mondta, majd a jövő héten. Nem én voltam, Chris mondta. Igen. Jövő héten, húha, ez azért nagyon durva, Chris soha nem szokott ilyet mondani, hogy jövő héten is lesz, Ezzel játszunk, pláne nem azt, hogy miből. Hát mert nem olyan játékokkal kell játszanom, mint az Enforcer, amit hozol nekem, aztán így... Várjunk, abban Wilson keze is benne volt azért. Ja, tök mindegy, kinek a keze volt, mert ez rossz rémálmaim voltak napokig. Kinek a keze vagy a kenyere, igaz, mint az I Am Redben. És most szerda van egyébként, csak hogy tudjátok, és reszetelt minden a World of Warcraftban, és ezért most mindent meg tudok csinálni, amit mindig szerettem volna. Ez nem azt jelenti, hogy mesztelenül fog rohangálni a karaktere énekelve valami furcsa zenét, hanem... Reszeteltek az instanszok, lehet menni újra raidelni, lehet új garrison küldetést kapni, lehet új inváziót csinálni, amiben kapok cuccokat. Ne altassuk el a kedves nézőket. Ezek inkább... érdeklik őket. Persze, inkább áruljuk el. Bedobok egy csomó ilyet, és így, de jó játék, de okos a Krisz, az a csomó. Na, áruljuk el azért, ami elég fontos, hogyha még a címet esetleg nem olvastátok volna el, higgyétek el, na, ez ott van a képernyő, most minek? Igen, ez a Warlords of Draenor kiegészítő, amit elég sokan kértek. Kértek eddig az volt? Miért nem a Draenort játszottátok legutóbbi WoW-kor? Hát... Azért, mert csocsó nem akarsz. Jaj, de kis töpörödött, de cuki. Belagyítok, hogy szebb lett, na, tessék. De nem, akkor nem látok a hátam mögé, és amikor itt vagy, akkor kell, hogy lássak. Hú, de szomorú volt az ja, az nem az eredeti user interfészt használom, hanem az FUI-t, vagy UI-t. Új. Na, úgy kezdem egyébként. Megmutassam egy átlagnapom, hogy ne. Indul? De, figyelj, ez itt a Garrisonom, látod? Hajátok, így indul egy átlagnapja. Tehát nekem kávé van, meg azzal, hogy odaszól a mennyasszonyom, hogy szia, drágám, neki ezzel. A mennyasszonyod, a kék bot, meg a sárga bot. Ezekkel érzte együtt. Na, szóval... Végig megyek a Garrisonomban, és amiket itt csináltak nekem cuccokat, azokat így begyűjtöm. Mindenféle épületben. Itt bőröket hoznak, amiket majd el tudok adni. De mi ez az ízem, ami követ téged állandóan? Ez az egy follower bodyguardom ráadásul. Úgy van, hogy a Garrisonban vannak ilyen followerek, tudod, amiket így lehet rekrújtálni, szép szóval. és miután ezeket így behívod, azok közül van egy-kettő, aminek van egy úgynevezett traitje, bodyguard traitje, és akkor jöhetnek veled. És ezek a followerek egyébként, amiknek van ez a bodyguard trükkje, ezeknek három szinten így össze is barátkozhatsz velük, és hogyha hármas szintű barát vagy, mint például velem a hármas szintű vagyok, akkor lefekszenek, akkor más-más dolgok tudnak. Igen, lefekszenek. Nagyon jó, köszönöm. És ez a tigris ember, ez azt tudja, hogy megnézhetem a Garrison küldetéseimet, és most itt van, hogy az éjszaka folyamán ennyi küldetés sikerült. Itt látszik, hogy milyen embereket állítottam rájuk. Mi az, hogy 78%, 59% az az esély volt arra, hogy sikerül a küldetés. Ez 59 volt, ez akkor is sikerült, a többi 100%-os. És most megkapom azt, hogy ezek az emberek, hogy mennyit fejlődtek volna. Egyébként alapból ez nem így néz ki, csak az addónak köszönhetően, ez fel is gyorsítja az egészet, úgyhogy ez nagyon hasznos. Ez nem csalás egyébként? Ez már valamilyen szinten egyébként mondhatni, hogy csalás, de nem csalás, mert te is csinálhatod ugyanazt benne, szóval inkább kiegészíti a Blizzardnak a lehetőségét. Itt például beállíthatom, hogy melyiknek adjon küldetést, meg ilyenek ott alapból, meg nincs benne. A Blizzard egyébként úgy van az addonokkal, hogy bármi lehet, ami nem dolgozik a játékos helyett, és ez már azért valamilyen szinten egy kicsit így dolgozik helyett, úgyhogy jó kérdést tettél fel. Itt meg beállítom azt, hogy mire menjenek el, azt mondom, hogy menjenek el. Ennek is költsége van, ilyen Garrison költsége van. Kis resource, 25, de mivel maxon vagyok, így sosem tudom elkölteni ezeket. És akkor azt mondom, hogy menjél el, ez 6 órán keresztül fog tartani, ez a három ember megy el, elmennek és megcsinálják. Ez 10 órán keresztül fog tartani, hoznak érte egy ilyen item level 630-as trinketet. Uff,
Egyébként az, hogy így több óránál tart, ez tudod, hogy mire emlékeztet engem nagyon sokszor. Nem a Farmville, de egyébként nem tapogatózol olyan rossz helyen. Az ilyen mobil játékokra, amik ugye úgy működnek, persze, mit tudom én mondjuk most hasamra ütök, például azt hiszem a Clash of Clans is ilyen, hogy építeni akarsz valamit, igen, és kiírja a játék, hogy hát vagy megépítjük most azonnal mondjuk, nem tudom, 1 euróért, és akkor kifizeted azt a pénzt, és egyből megépült, vagy várjál x órát. Nekem megmondom őszintén, a kedvesem mutatott egy játékot, ez a, nem is tudom, mi, a Santa's Village, azt hiszem ez a cím, mm-hmm, ahol a télapó faluját kell felépíteni. Igen, ezt még ismerem én. És az is például ilyen, hogy ő egész sokat eljátszott volna, hogy költene rá, de ha megnéztük a neten, hogy egyesek itt pénzből miket csináltak, és hát ilyen az infarktus kerülbe. Hát fel lehet gyorsítani. Télapónak már ilyen metropolisza volt sugárfegyverekkel, tehát. Hát igen. Sajnos. Az a legrosszabb egyébként, amikor sokan becsalják ezt a pénzt, és akkor úgy játszanak. Itt a napi küldetés van, ez is egy nagyon érdekes rész egyébként. Fel lehet venni minden nap egy ilyen küldetésen, már 3-as szintű a bázisod. Az, hogy mit akarsz lerohanni, az egyik az csapat alapú, tehát ott be kell állni, azt nem annyira szeretem, a másik meg szólóba is lenyomható, és én Apexis kristályokat ad cserébe, és ezekért is vásárolhatok ilyen cuccokat, epic cuccokat, meg upgrade-eltem, de mondjuk 14 ezerbe kerül egy upgrade, és most 800-at ad naponta, egyszer lehet megcsinálni. De amitől igazán érdekes, az az, hogy ezzel elkezdek zaklatni különböző frakciókat, mondjuk az ogrékat, meg mit tudom én kiket, és egy idő után megelégelik, és így ellentámadást intéznek, és ilyen invázió lesz. Te mocskos rasszista, bántod szegény ogrékat, csak azok nem csak mások. Az ogrékat, szóval én nem vagyok azért rasszista. De mindenki bántod, értem. Aki van, azt így letámadom. És így a térképen ott mutatja is, hogy most hova kellene menni, ahhoz, hogy ezt... Azt mondja, hogy Garrison, azt szólt, és akkor ide el kéne mennem. Ez egyébként itt van ebbe a zónába, és akkor ezt így megcsinálom, blablabla. Eszembe jutott, hogy mi az, amit te nagyon vártál tavaly, és nem jött meg egyáltalán. Sőt, én azt sem tudom, hogy most azzal mi van. Eszedbe jut, a havi bajom? Nem, az meg szokott tűnni neked. Nem, egészen másról van szó, az EverQuest Next című remekműről. Ja. Te nagyon-nagyon rá voltál pörögve, még 2012-ben talán volt egy nagyon, igen, előzetes belőle, nálunk is, valami 4 vagy 6 oldal, nem is tudom, meg ilyen elég komoly anyag volt. Uh-huh. Akkor így annyira belástad magad, arra emlékszem, hogy még én is meglepődtem. Igen, de azok igen, ilyen ígéretek voltak, és ahogy így írtam is a tesztet, meg miközben már jöttek ezek előzetes az infók. Bocsánat, igazad van. Már akkor felmerült bennem egy csomó kérdés, hogy ezt hogy fogják megoldani. Egyébként amikor voltam a BlizzConon, volt szerencsém, akkor így meg is kérdeztem ott egyik fejlesztőt, hogy mit szól az EverQuest Nexthez, és hogy látták-e. És ő is ugyanezeket mondta, amit most én fogok, hogy mind szép, mind nagyon jó, igen, látták. Csak egy a kérdés, hogy ez a folyamatosan változó terep, ez hogy fog játékban működni. Tehát, hogyha mondjuk lerombolok egy hegyet, és ott van a quest adó NPC vagy valami, akkor az mi fog ott történni? Mi van, hogyha a játékosok újra átrendezik a pályát, hogy az egész felborul, az egész rendszer? Itt is például meg lehetne azt csinálni, hogyha a játékosok nem tudnának átmenni egymásra, látod, én át tudok rajtuk menni. Igen. Akkor például meg lehetne azt csinálni, hogy 10 odaállnak valaminek a bejárata elé, és nem tudsz bemenni. És blokkolnak benne és téged, blokkolnak, és nem tudsz szóval így élvezni a játékot. Igen. Ez tipikusan olyan dolog egyébként, hogy jelenleg én nem tudom, az EverQuest Next-nek az ígéretei tényleg fantasztikusan hangzanak, de picit olybá tűnt nekem a játék, mint a jóval később bejelentett, és már sokat beszéltünk róla, a Star Citizen, hogy egyelőre sem a technológiai hátteret nem látom ahhoz, amit csinálnak, és ahogy te is mondod, belefut egy csomó olyan logikai buktatóba, vagy tudod, mint nem is a Star Citizen ez a jó példa, hanem az a játék, ami végül meg is jelent, de fel olyan jó nem lett, mint aminek próbálták csinálni. A Dust 514, ha valaki még emlékszik rá, a CCP Games találta ki, hogy na most ugye, hogy ők az EVE-mel letarolták az üremmemó piacot, tehát milyen király lenne, míg akkor új gép volt a PS3, ugye mindenki bezabálta a Sony bullshitjét, hogy a Cell processzor, szuper számítógép, blablabla, fap, milyen jó lesz, 9 millió mag, és hát ők is elhitték. Egyébként Kojima is elhitte, majd erről picit később mesélek valamit. Szóval mindenki bevette, hogy milyen erős lesz, és ők kitalálták, hogy ezt a technológiát kihasználva csinálnak egy FPS-t, ami úgy fog működni, nem tudom, te erre még emlékszel-e, hogy konkrétan a bolygó felszínen zajló csaták
valós időben fognak befolyással bírni az űrhajós csatákra az EVE Online-ban, és ha te mondjuk az EVE-ben egy bombáz űrhajóval lebombáz egy bolygót, az épp online futó meccsben, a Dust-ban ez érezhető lesz, tehát mondjuk tényleg támadásért. Hihetetlen összetett ezt így most, lehet, hogy rosszul is mondtam a példát, vagy nem tudom mennyire jön ez most ki, elnézést, kicsit már fáradtak vagyunk, legalábbis én. De a lényeg annyi, hogy egy nagyon-nagyon összetett dolgot terveztek, tulajdonképpen két MMO játékot akartak összefésülni, hát gondolom, mondanom sem kell, hogy ez nem jött nagy, össze. Nagy, igen. És ott is az volt, hogy tök jó ötletek voltak, de folyamat jöttek a kérdések. Például az egyik, emlékszem, még én írtam róla egy előzetest, az még egy kisebb anyag volt, én két oldal, mikor is, 2009-ben, hogy hát ez mind klassz, mind szép, tök jó, csak mi van akkor, ha mondjuk teszem azt, a Dust-ban valaki megnyeri a csatát, és mondjuk az évben, az űrben mások állnak nyerésre, a másik fél, akkor ők meg tudják nyerni a csatát például a lövöldöző fél helyett. Hát igen, pont ezek a dolgok, amik miatt egyébként mindig is tisztelem a World of Warcraft designerét, a Blizzardos srácokat, mert így nagyban tudnak gondolkozni, és hogyha van egy ilyen terv, azt így felvetik, és hónapokig gondolkoznak rajta, hogy vajon megvalósítható-e. A Kataklizm esetében is, amikor így teljesen átszabták a világot, akkor is az volt, hogy vajon meg tudjuk-e csinálni azt, hogy teljesen átalakítjuk az egész dolgot, és nem azt mondtak, ah persze, igen, meg minden, csak azzal is számolni kell, hogy milyen következményen lesznek ezeknek a nagy döntéseknek. Na ilyen még nem volt ez. Minden héten van egy ilyen, illetve van egy Garrison kampánycsorozat, és most történik valami a kis táboromba. Ez itt a kis gyógynövénykertem, van egyébként gyógynövénykert a Garrisonban, van egyébként egy bánya is a Garrisonban, és ezeket így minden nap egyszer le lehet őket itt aratni. A kis ugye szépen pöröksz, jobban pöröksz, mint Sailor Moon. Aha, és oda nézd, mekkorákat sebzek! Nagyon király vagy. Nem vagyok egyébként, nem szoktam raidelni egyébként, bár két nappal ezelőtt volt a véletem első raidjén, itt a gildemmel, annak nagyon-nagyon örültem, hogy levittek. Igaz, hogy csak normálon, de akkor is az is egy nagyon-nagyon jó dolog volt. Tehát mondhatod otthon most már, hogy csend legyen, asszony, raid van. Igen, asszony, mennyi aludni, raid van. Hajnali 3-kor bemászol az ágyba, ilyen kivörösödött szemekkel. Igen. Aztán reggel 6-kor kelsz, mert hívnak Dotára. Az még egy szép világ lenne. De hát ki már küldi az eseményest, hol a francba vagy. Kicsit sem lennék feszült. Nem, hogy is ne. Lángol minden. Ugye tudod, hogy ez már a Far Cry 2-ben is volt, hogy nem volt minden. Tényleg? Tűz ott volt? Mm-hmm. Ott volt először tűz? De hogy tudod te? Mert olyan tűz, ami terjedt, azt hiszem abban volt először. Azt hiszem altozni van kettőn egyébként, mert a kis üzé. Ugye én nyomkodhatom az altot, ha gondolod. Két alt is van, és együtt is altozhatunk. Jó. Ugye tényleg tudod, hogy mi az az alt vagy? Fogalmam nincs, tehát. Általában mindenkinek van egy fő karaktere, amivel szeret játszani. És emellett tart kisebbeket, vagy olyanokat, akikkel nem nagyon játszik, azokat hívják altoknak, és hogyha azt mondod, hogy mész altozni, akkor az azt jelenti, hogy elmész az alt karakteredbe játszani. És alt, mint alternatív? Igen. És akkor hát nekem van egy warlockom, akivel szoktam néha, az ott nem túl barátságos, teszed le a peonomat? Hopp, ne olyan messzire. Hú, de agresszív. Mi baj van ennek a fickónak? Hát szerintem az, hogy még nem pörögtem le a fejét. Rajzoltál róla egy karikatúrát, mi? Mindjárt szétcsap. Vagy lemeltünk Istazba, vagy vannak Elephant Raid-ek. Elephant Raid az a Looking for Raid cucca, az ide bárki lemehet. Ilyen nagyon leegyszerűsítve tett verziója azoknak a raideknek, ahova szoktak járni a rendes gildek. Hogy is van az? Ja, most benne vagyok a kampányban, nem tudom megnyitni. De itt van a Raid Finder, és ez is hetente egyszer reszetel. Van 3 szárnya, le lehet menni, tök jó, meg lehet nézni, hogy milyen a Raid Instance. Egyelőre csak a High Mall van, az az egy, és abban van olyan 7-8, nem tudom pontosan hány boss, és akkor azokat kell legyőzni. Ó, szegények, ide gyűlt mindenki, mert rá izé van, invázió. Ahol füst van, ott tűz is. Nézzük, jó, és okay. Ahol tűz van, ott megégeteted magadat, úgyhogy vigyázz. Ott ebéd van, te csak így gondolkozz. Még kisejöttem a Garrisonomba, és már fél óráig tartott ezt, nem? Hello, azuka. Ez valami boss ütöm itt, és úristen, ányapé van ennek. 2,8 millió. Na, jó, köszönjük. Nem úgy volt, hogy lecsökkentették a számokat? Hát lehet, de ez a bossoknak azért még ennyi van. Remélem, meg tudom olyanni előbb-utóbb. Adjál neki, pofozd. Kár volt elindítva azt a Garrison küldetést.
Kár volt indítani ezt a játékot és ezt a videófelvételt. Nem, ezt fogják mondani, nézzük. De jó, wow. Angolul hogy mondják ezt? Wow? Wow? Nem tudom. Egyébként... Te voltál in California, this kind. Nem csak angolul, már többször megmondtam. Akkor hogyan tetted fel a kérdést? Magyarul és én nem értetted, miért nem válaszol? Nem, valaki, lefordítottam Google-nál. Elvitte a ládámat! És így felmutattad a telefonodat, hogy... Itt volt egy hétig ez a láda, fogalmam sem volt, hogy mi az, és most elvitte. Mint az az e-mail, amit ma kaptam. Kaptam egy e-mailt, képzeljétek el, ami az volt a durva, hogy kínairól fordította a drága ember angolra, Google fordítóval, majd az angolt magyarra, Google fordítóval. Hát jaj, ez nagyon jó. Csoda szép volt, átküldtem Krisznek is. Azt majdnem beraktam a Levrovba, de aztán úgy döntöttem, hogy nem, túl hosszú. Igen, elég hosszú levél volt. Igazából azt akart, hogy valami videólejátszó programját használjuk a PGO-n. Mert hogy azzal keresni sok pénz. Jaj, de tök rendben. Olyan jó fej volt. De mindig gondolnak rá, hogy mi milyen kis szegény emberek vagyunk, nem? Megadtad remélem a bankszámla számodat. Hogyne, pinkódostul. Igen, a bankkártya számodat. Persze, hát az a minimum. Helyes. Na most mi van? Azt szólt. Ennyi volt a küldetés? Elmenjünk rédelni? Megnézzük, hogy milyen az? Vagy altozzak? Rédeljünk, nem akarom látni a csicska karakterét. Csicska! Az a csicska, te! Mindjárt megmondom. És 90-es csicskák. Hú, ezért mit kapok? 90! Egyébként tényleg csicska. Ez már nem én mondtam, én csak vicceltem. Azt mondja, hogy egy perc alatt be lehet jutni. Aha. Na jó, mindegy, tanként is le lehet menni, szerintem be volt állítva, hogy tanként is be vagyok. Aha, be vagyok. Figyelj, lemenni le lehet legfeljebb csak egyszer. És legfeljebb még gyűlölnek, de attól még lehet menni. Na szóval... Te azt az idegesítő fickót nem lehet lerázni, annyira zavaró, tényleg? Hogy így ugrál, baromi zavaró, el nem hiszed, így ne ugrál előtted, és így... Hát jó, el is ment, pedig olyan jó hátása van. Hát tudod, ilyenkor ide beáll, és akkor várja azt, hogy elvigyem magammal. Neked mi van? Miért ilyen sugárlovad van? Vagy mi baja van ennek az állatnak? Ez a Pandaria Collectors-hoz járó mount. Mi van egy csomó egyébként így a játékban. Itt van is vannak. Itt és akkor be lehet állítani, hogy mi a kedvenced, és akkor azokat hívja elő. És melyik a legritkább neked? Fú, te figyelmas. És eleve melyik a legritkább? Hát ezt is nehéz megmondani, mert itt nagyon-nagyon sok ritka van. Olyan, amit már nem lehet megszerezni, meg valamelyik csak Alliance szövetséges karaktereknek van, valamelyik csak Hordának. És akkor... Itt van egy csomó, mondjuk egy ritka, nézzünk itt egy ritkát. Ez se olyan ritka, ez se. Ezek így mind megvannak, igen. Ez az Ashes of Alar, ez például nagyon ritka, ezt egy boss dobja, azt hiszem olyan 2% eséllyel, hetente egyszer lehet leverni, még Outlanden az első kiegészítőben esett. De most simán le lehet szónozni, ez azt jelenti, hogy régen azt hiszem 25 ember, vagy nem tudom hány ember kellett hozzá, hogy leveri, és te nem ész egyedül két csapás az egész boss, és akkor így hetente egyszer ugyan, de megpróbálhatod, hogy neked is kiessen. De rossz. Hát van egy ilyen Rarity nevű addonom egyébként, itt van. Ez pont erre használom, hogy meg lehet nézni, hogy melyik hátas, meg melyik pet, mert vannak ilyen petek is a játékban, honnan esik, és hogy megpróbáltam-e már a héten. Egyébként ezeknek az addonoknak a használata, ez nem büntetett? Tehát nem kapsz érte semmit, hogy használhatod. A Blizzard még ösztönzi is a játékosok, ha használjanak, írjanak ilyeneket, tessék, csinálj. És amelyik jó, vagy azt látják, hogy használják sokan, akkor azokat beépítik. Ilyen például, hogy ez a Quest Helper régebben nem is voltak segítségek arra, hogy merre találod a quest küldetés, vagy ilyenek. Most azért jelzi a térképen, itt például jelzi, hogy ezen a területen belül van az, amit meg kell csinálnod, menjél oda. És régen ehhez is addon kellett, meg egy csomó mindenhez. Ez a peteknél van, például itt van ez a Summon Random Favorite Mount, ez, hogy meg lehet idézni a kedvenc mountodat, amiket beállítottál, valamelyiket véletlenszerűen. Erre is egy addont használtam, mert szerettem, így, hogy változatosan utazgatok a Go-Go Mountot. Na, bekerültem. Na, akkor azt előbb át kell váltanom izére. Na jó, bemegyek előbb. Ilyenkor véletlenszerűen sorba kell állni, és akkor behív a cuccos, de most nem vagyok tankírben, meg nem vagyok tank specializációval. Na, előbb átállítjuk. Na, tessék. Puff. Na most mi van, miért nem veszik? Tudsz nekik írni is egyébként? Hát most a raidben? Aha. Itt van, látod, ezek itt a játékosok. Hogy... Sziasztok!
Sziasztok, magyar van! Az az első boss egyébként itt kárgat. Felveszik a cuccokat, eszünk ilyen kaját, lerakom, hol van, ez. Hulka kolbász, tessék, lehet enni. Ez miért jó? Hát ezt így nehéz, nagyjából nehéz csinálni, de ilyen nagy kajatáblákat lehet gyártani otthon a bázisodba. Na, valaki lerakott egyet, jó, nagy hülye voltam, mindegy. És akkor így le lehet ülni köré, és ha 10 másodpercig eszed, akkor ilyen buffot adeznek. Például a mastery ratingedet feljebb túlja 100-zal, ami azért hasznos, mert hasznos. Ugye töltélete asztalt, azt senki nem akar leülni. Szerintem ennek nem büdös. Oka van. Szerintem is. Rád néztek? Hát ehhez nem. Az én asztalamon volt a májas hurka, szomszédén meg a véres. És a májas mindig büdösen. Na ez a boss például egy iszonyú izgalmas normálon meg heroikon, de itt LFR-be, itt minden annyira le van egyszerűsítve, hogy itt gyakorlatilag csak annyit kell csinálni, hogy ütöd és kész. De... Ezeknek még mi bajuk van? Ezeknek az a bajuk, hogy a többiek még nincsenek itt. Hát gyere már ide, most miért veszed el elő meg azt a boss? Jó van, akkor üsse te! Másik tank az nagyon szeretné, hogy ő tankolod, akkor is lesz a... ugye januári számunk abban lesz, mert tudom, hogy van. Sőt, mire ti ezt nézitek, már van. De hogy lesz negyedik része, és ugye a book történelme. Ja, lesz, lezárom, mert most már nekem is egy kicsit sok lesz. Főleg bízom meg. Arról volt szó, hogy így egy számba majd leírom. És úgy, de jó lesz, oké, aha, aztán nem gondoltam bele, hogy mennyi minden történt azóta. Nem látom a képernyő alját egyébként, mert az kívüljének, de hát ez van. Figyelj, van egy csomó kis fényes ízé, amik villognak. Egyébként azért nem látjuk ezt. Ezeket össze kéne húzni. Mert ott van a mikrofon. Igen. És hát itt én most úgy döntöttem, hogy kommentálni fogom. Nagyon sok sugár csapódik az ízéből az ízében. Ottan sugarolnak, ugyan ízében. Egyébként ez még nem is a boss, itt csak így ugyan ilyen ízen. Bemelegítő, aztán jön a boss. De hát ez van. Verjük már le, légy szíves. Az első boss is tök jó, tehát úgy azt kell csinálni vele, hogy mint tank, én egyébként tankét játszottam, nekem annyi volt a dolgom, hogy amikor a másik tankot felszúrta a kardjára és így elkezdte pörgetni, akkor le kellett tauntolnom róla, és néha föl kellett menni ide a pódiumra és lerendezni a többieket ilyen kisebb csoportokban. Ah, ilyen is a boss. Ja, ez is egy admin egyébként. Nézi azt, hogy ki mennyi sebzést. Nem ez a boss. Ki mennyi sebzést csinál. Én nem mindjárt kilépek az első boss után, jó? Ne unatkozzál már, mert fejbe vágja. Tudod, mennyi pénzbe került ez nekem? Te meg itt unatkozol? Igen, tudom, hogy vagyunk költöttél erre a játékra, de én inkább nem mondok semmit, mert... Nem jössz velem este raidre? Nem. De miért? Te healálnél, én meg tankolok. Ó, oh, hidd el, nem akarnád, hogy én téged healáljelek. Hát az igaz. Hú, de csúnya. Ugye? Az egyik kezét lerágta. Olyan morcos. Tök ilyen videótörténet is volt az elején ezekre a warlordokról. Lerágta, ami réhes volt? Nem, meg volt. Rapságban volt. Az ogrék rapságban tartották. És lerágta a karját. Le, és utána kinyílt mindenkit félkézzel. Értem. Egy ilyen igazi badass. Hát azt képes, hogy milyen pici vagy hozzá. Hát ugye, és az még egy kicsi boss. Van olyan, aminek ugye lába egy idáig tart. A súlytó mindig letanultolja rólam, de tudnám, hogy miért. Nem akarom megkérdezni, hogy mi az a két funkcia ilyen ormányszerű dolog, ami a lába között van. Milyen ez a mány? Hát, ott mi volt, ott kutyány. Úristen, milyen egyszerű ez így. Úristen. Na, és nézd meg, így fogy a HP-ja, és ez lesz a boss, aztán a végén dob valamit, vagy nem. Impád. Na látod, felszúrta az egyik tankot, ilyenkor nekem át kéne venni a tankolást, ő neki... Egyébként most nem azért mondom, de ebben most átláthatom, hogy történik. Iszonyat kaotikus. Igen. És ez meg egy ilyen elefelre, ez egy ilyen nagyon egyszerű. Amikor voltam a srácokkal egyébként, ugye elsőnek lementem arra a raidre. Látod, ez például valakit ilyenkor ki összem, ott látod, az ott rajta van egy szem. Azt így kijelöli célpontnak, és elkezd futni. Azt kellene neki csinálnia, hogy belehúzza a tűzbe. De annyira butuska, hogy nem tudja, hogy belehúzza a tűzbe, akkor így lenyugszik. És attól kezdve nincs probléma.
És akkor van ebbe az instazban, mit tudom én, 8 boss, és akkor mindegyikkel más kell csinálni. Srácok, tudjátok mi a tanulság? Ha valakivel baj van, csak fel kell gyújtani és nem úszik. Igen, bele kell húzni a tűzbe, nem kell megyíteni. Elég ilyen kegyetlen. Ó, én csak a játékot próbálom lefordítani a hétköznapi embereknek. Most például azt hiszem azt fogja csinálni, hogy felemel, igen, így a látszál, látod, malkőri embereket, és azokat feldobja oda föntre, és azoknak meg szépen el kell kezdeni kimérni, hogy mennyit látod a fordítóban. És tök jó, és a másik királyság van ebben a játékban, mit tudom én, 150 boss, mire most 10 éves a WoW, azóta megjelent. Mindegyiknek ilyen több különböző stratégiák vannak, a taktikák, hogy kell őket kinyírni, és ez ennek egyébként a pikantériája, amikor elmész raidelni, és akkor tényleg össze kell hangolni a játékot, jól kell játszani, nem elég, hogy jó a gíred, hanem még tényleg, hopp, ez most felszült engem, hanem jónak kell lenni a helyzetfelismerő képességednek, a reflexeidnek, türelmesnek kell lenned, stb. Nem szabad, hogy kapkodj nagyon sokszor, szóval mibe állsz bele, általában az a legfontosabb, hogy merre mozog, de el nem tudod hinni, hogy mennyire nehéz tud lenni néha a játék egyébként. Mit tudom, hogy tudom? Ja, semmi sem. Az utolsó boss ebben, itt tankként, azt hittem, hogy szétpattan az agyam olyan izé, úgy kellett koncentrálni. Nézzek, ez még mellé is viszi, Istenem. Teljesen retart. Most ezt képzeljétek el, hogy mindig ezt hallgatom, tehát ülök Krisz mellett, és ez meg... Isten, micsoda retard! De tényleg annyira... Tök hülye! Csinálsz! Mi a pit csinálsz? Én meg így nézek, aha, oké. Okay. El is hagyom itt ezt. És persze mindig ugyanazt hallom. Klik, 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 klik. Hát igen, igen. Kemény az élet, mi? Valakinek ezt is meg kell csinálni, érted? Valakinek ezt el kell tudni viselni, bizony. Ilyen messze. Nincs hova. Hát majd találunk neked a WC-nél helyet, aztán oda. Ez egy külön helyiség. Azért. Ja. Lesz egy saját szobád, most mit panaszkodsz? És mindig elérem a mosdót, és senki nem foglalja el, nem is rossz ötlet. Ne. Na, átmegyek altozni. Tehát most akkor csicska volt lesz. Csicska Algópirinnel, az volt a neve. Fú, hogy nézett csak ide ronda. Csak átjöttem erre a szerverre, és már valaki lefoglalta a nevemet, és nem tudtam azt használni, hogy Algópirin. Tök szemétség. És miért Algópirin? Mert csillapítom a fájdalmat. Azt hittem okozod. Na, várjál csak. Ó, ez még ilyen kis csicskabázisom van, kettes szintű. Ugyanolyan, mint a másik volt. Ugyanolyan, minden ugyanolyan. Azért, mert hordás te. Ja, tehát és minden egy... Aha, oké. Okay. Folyton panaszkodós. Megcsinálom a napi egyszer. Igen, jó. Ezt is csak egyszer lehet egy nap. 5 könyvet, ha összegyűjtök. Ó, van 5 könyvem? Nincs, nem 4. Na, akkor elmegyek. Ennek még vannak küldetéseim, meg minden. Nézd oda. Hova kell menni? Ide? Aha. Van pár missionöd. Van pár missionöm, ott vannak. Oda kell repülni. Szerintem itt ez jó lesz. Ja, na, húzzá oda. Valahányszor leülök melléd vózni, mindig konstatálom, hogy oka van annak, hogy én abba hagytam az MMO-kat. Na mi? Azt, hogy nincs pénzed, csóró vagy? Nem, az, hogy baromi unalmasnak tűnik. Pedig nem az. Nagy, hatalmas, teli van lehetőségekkel, mit csinálhatsz, van egy csomó szakma. Van például... Figyelj, a valóságban már van 3 szakmám. Szerintem annyi elég volt. Egyiket sem műveled. És egyiket sem művelnéd jól, úgyhogy te itt meg elérhetsz bármit itt azok között. Felhúzod a szakmát 700-asra, és akkor professzor vagy, érted? Fú, de kemény. Mondjuk azoknak nincs sok értelme. Most a Pet Battle-ökre feküdtem rá egyébként. Azzal telt egy napom, de szar volt, hogy felhúztam egy petet 25-ös szintűre, hogy meglegyen az a achievementem, és utána tudjak még több petet összeharácsolni magamnak. Na, és annál rosszabb, annál nagyobb szenvedés még életemben nem éltem át. Te szegény ember. Hát én szerintem téged most milliók sem. Hogyha azt hiszed, hogy ez unalmas, na próbálj meg egy petet felhúzni 25-ös szintre. Nekem, amikor én látom, hogy így játszol a petekkel, olyan, mint a Pokémont néznék. Azt is mindig untam, ezt is unom. Tehát. Hát az még én is. De kegyetlen. És tudod, hány rajongója van annak? Tudom. Milliók, tehát így elképesztő mekkora fandom van körülötte. És hogy valaha azt mondod valakinek, hogy te nem szereted annyira Pokémont, hát így leharapják
a nemesebbik felület. Azt se tudom, mi az. Ez egy tök jó küldetés, oda kell menni, és szét kell mindenkit szedni ezzel a nagy robottal. Ez már jól hangzik. Ugye? Tiszta Titanfall. Már kombatba is vagyok, és nem tudom miért, de nem baj. Ezek a goblinok is tök jó fejek, nézd, milyen jó kis robotot építettek, ott ülök benne. Ez mi hajtja? Hát... Varázslat. Varázslat, igen. Nem tudom, miért kell kötekedned. Varázslat, hatja és kész. Nem, csak gondoltam, hogy kifogy az üzemanyag, vagy ilyesmi. Nem fogy ki, semmi nem fogy ki. Hú, tessék, mindenekat. 200. Ezeket így ízével kéne leütnöm kézzel. És ilyet nem lehet venni ilyen cuccot, amivel állandóan mész. Nem. Hátasok vannak, amik hasonlóak, meg így néznek ide. Nem, nincsen. Nekkor újra-újra mondom meg. Hát igen. Én is gondoltam rá, milyen jó lenne, hogy mindenki egy 20 szinten alacsonyabb lenne nálam. Macskos hunterek nem sokat szívóznának vele. Gyűlölöm őket. Szerintem mindenki gyűlöli a huntereket a játékban. Én már félek megkérdezni, mik azok a hunterek. Ja, az egyik kaszt... ilyen... ranged. Tehát így van egy kis petje, egy kis házi állata, akit rád küld, és utána meg lő nyillal, odaugrik, ideugrik, közelébe se tudsz érni. Magyarán idegesítő. Minek kell idegesít? Élni? Ez az, ami miatt folyamatosan balanszolják a játékot, hogy így ezek így nagyjából ki legyenek egyensúlyozó, de hát nem tudják. Fú, micsoda cickói vannak ennek a gnóm leánynak, gyönyörű most volt. Most visszahívott a gnóm leány, megcsináltam neki a küldetést. Most átvetted a jutalmatot? Igen. De nem mész sehova, és akkor boss harc. És kapom közben a reputációt, meg lehet farmolni ilyeneket. Most... Ja, hogy én már harcolok, bocsánat, nem tudtam. Hát ne sosem figyelsz, látod? Csak beszélsz össze-vissza. Ja, meg hogy az nem is Warrior-ral vagyok, mindig azt hiszem. Ezt is úgy átalakították a izémet, a Warlockomat, hogy így azt sem tudom, hogy mit kell csinálni komolyan. Én meg két napja csak gyakorlom. De hát teljesen másod működik. Régen ilyen Shadow Boltokat lövöldöztem, meg minden, meg voltak ilyen lélekkövek, meg ilyenek, most ilyen deathrollok vagyok, meg ilyen tűzköveket, vagy milyen túrókat kell gyűjteni. Itt ez így mutatja, ez a csík. Teljesen más. Jaj, ezt is elrontottam, jó van. Na halljál meg, de nagyon gyorsan. Köszi szépen, add ide a lootot. 10 ezüst? Jó van. Mehetünk innen. 10 ezüst. Pedig ezeket élveznéd, így csináld a küldetéseket, menj egyik területre a másikra, kapszod a szinteket, jó, és amikor jó, este... csak vicceltem, csak vicceltem. Tudom, és amikor meg este nem játszol, akkor Évit odaülteted, hogy Évi, horgásszál itt nekem, mert hát persze. Ez így megy, igen. Igen. Minden egészséges pár hát miután a vacsorát megcsináltam. Igen, pontosan. Hú, ne is mond, volt velünk a raidben egy lány. Szegény úgy kapta a szexista poénokat. De miket mondtad neki? Mert ezt mesélted már nekem ezt a dolgot, de ezt nem mondtad egy konkrétan, mit mondta. Hát, hogy azért voltál béna, mert lány vagy, meg ilyen. Nagyon kemény volt. Miért mondta el, hogy lehet? Hát hallani lehet, de teljesen beszélgettünk azért. Ja. Hát, de lehet, hogy csak vicceltek a srácok egyébként, mert nagyon kis... Na, jó, vicces! Jó pofa csapat. Sértsünk meg embereket a nemiségükbe, olyan vicces! Kicsit erőskezű a líderünk, de hát olyannak kell lennie. Indiában is megerőszakolnak valaki. Nem csak vicceltünk. Mit szólni? Túlán sikerült. Mi jót nevettünk. Nem, egyébként, nem egyébként így a Dream and Instinctnek, aki nem lore, volt egy cikk sorozata erről a témáról, hogy szexizmus a játékokban is. Hát elég komoly probléma ez így online, különösen külföldön, de nekem egyetlen történet ugrik be erről, ami nagyon-nagyon bicskanyítogató volt, ami engem is elég komolyan felháborított. Na. Az kérlek szépen 2 vagy 3 éve volt egy Street Fighter 4 bajnokságon Amerikában, ahol az összeamerikai profi liga csapott össze, aminek egy tagja volt, azt hiszem, hogy lány. És hát élőben sugározták az összecsapásokat, és itt képzeljétek el azt, hogy van egy hétköznapi lány, akit körülvesznek ilyen hatalmas, nagy darab dagat nördök, de így tényleg így, tehát szerintem jó magam is nörd vagyok, nyugodtan nevetetek a sztereotípiák, ez a tipikus dagat,
zsírbüfé nörd, aki életében nem látott nőt, és agresszív is, szőrös is, bunkó is. És hát amiket mondtak annak a szegény lánynak, meg ahogyan gyalázták konkrétan, elnézést a szóhoz, hát szóhoz, hogy lekurvázták, de így, szav, így percenként. Fucking stupid bitch, bitch, ez ment. És nem akartam elhinni, a legdurább az volt, hogy ha jól emlékszem, akkor a műsort vezető ilyen kommentátor így nem szólt erről semmit, így teljesen hétköznapinak volt ez tekintve. Nem lett, és a többiekkel is így beszéltek egyébként? Nem. Ezt is többen felhozták, hogy hadd ott ez a szokás. Hát nem igazán volt ez a szokás, erre később rávilágítottak, mikor megmutattak más felvételeket. Aha. Hanem azért csinálták, mert legalábbis az egyik fickó, aki ennek az egésznek így a szószóló volt, az azért csinálta, mert gondolta, hogy ha a lány rosszul érzi magát, rosszabbul játszik. Azt hiszem talán, hogy be is jött a számítással, viszont végül kizárták, mert... Egyébként igen, van ez a terror, amikor így elkezdi az ellenfelet alázni a másik csapat, és akkor... Hát igen, csak tudod, van azért különbség, szóval van, amivel nem... Nem ezt mondom, hogy nem illik, ilyet egyszerűen ne csináljunk. És a legszörnyűbb az volt, hogy... De több ilyenkor, hogy fiú vagy lány egyébként az illető, akkor sem szabad így. És ha ma a való életben nem csinálnád, akkor meg videójátékban ott válna. Hát jó, de érted, hogyha... De ez a való életben volt, egymás mellett hát álltak. Akkor ez az egyik, érti. A másik meg, hogy igenis van különbség, mert amit nekem mondja, hogy te hülye kis gyökér, az más, mintha mondjuk a származásomra, vagy a nememre, vagy a külsőmet, a megérzést, amiről mondjuk nem tehetek. Mert ha mondjuk azt mondja, hogy úgyse tudsz játszani, hogy béna vagy, ez ilyen tanítás, tehát ez szerintem még belefér. Itt viszont nem erről volt szó, és ez volt benne igazán... Hát én ezt meg jó, nem akarom védeni őket, tehát biztos nem, amit csináltak, csak betudom annak, hogy nem nagyon van tapasztalatuk sem a másik nemmel, sem másik emberekkel való kapcsolatra, vagy hogy működik. Vagy hogy kéne ezt valójában csinálni, kommunikálni, vagy viselkedni egyébként ilyen helyzetekben. De mondom, nem védem őket, ez szerint dolog ez. Főleg úgy, hogy szerintem mindkettőnek volt már része a sólóban, így a videójátékos. Engem még nem bántottak, mert fiú vagyok, de téged lehet. Mit, fiú vagy? Jaaa! Tehát haha! Jó. Na, ez is egy tök jó rész. Nagyon jó, azt sem tudom, hol járunk. Ez az utolsó Bob-ezzel játszunk, amit velem csinálsz. Jó néplet fogom most. Ezzel játszom, Bob. Hát, srácok. Behívok valakit így a kommentelők között. Gyertek be, meséljetek, ti vovoztok, és akkor... Szóhoz se jutnának tőled, miről beszélsz? Hát csak azért beszélek, mert annyira unalmas vagy. Na jó, nem. Ez így egyre jó. Ott van egy másik. Fúha! Warlord! Onnan tudom, hogy a gonoszok földjén vagyunk, hogy minden sötét és tüskés. De én is tüskés vagyok. De te kevésbé gonosz. És nézd, nekem még az arcom is rohad. Hát ezt így szoktam látni, de egyébként... Gondolj bele, hogy ez a szegény lány randizni akarul, akivel. Szia! Ajaj! Algó vagyok! Ajaj! 2000 éve halott. Te lennél a 82. pasim. Az előző négyet megettem. De csak tartós kapcsolatban gondolkodom. Igen. Nem vagyok kívül az egy éjszakás kalannal. Te ebbe fűtes üveg. Na, beszélni kell vele. Na, adjál nekem. Teleportálja engem fel a hajóra. Fénygömb lettem. Voltáltam már fénygömb. Látod, milyen jók ezek a videójátékok? Eddig még nem, de ez milyen király. És tudod irányítani, vagy ez így nagy magától? Ez itt most egy ilyen történet, amit így elmesélnek, és ez ilyen szenáriók. Kapsz, és ezekben így megismered így a Warlords of Draenornak, hogy így mi történik. Ezek ilyen hajók, amik olyan ostonfegyverek vannak, amiket így a jövőből hoztak nekünk. Hó, ezt elvesszük, puff. A jövőben ilyen szarságok vannak. Azt hittem, hogy ilyen emberevő szuperrobotok, meg lézerágyúk, meg űrhajók. Ahhoz képest, hogy itt vannak goblinok, meg mindenféle jó kis dolog, nem nagyon ilyenek ezek így a... Szerintem azért nem egyébként, mert a varázslat, meg az állandó háborúskodás, meg a sok-sok hülye tradíció, meg ilyenek, ezek így visszafogják a fejlődést. Ha jól értem, itt csak a goblinok azok, akik a technikai fejlődést erőltetnék. Ja. Egyedül, igaz? Ötök egy golfpályát építenek, nem mindig. De a többieket ez nem érdekli, ők inkább zúzzák egymást, mint vagy eddig. Nem látod, az? Hát meg ezen a bolygón élve ilyen szuper intelligens faj. Elég érdekes hely. Ó, hello, én vagyok a miniboss, ölj meg. Hát oké. Van egy ilyen kis petem nekem is, és ő tankol, miközben én lőhetem tökéletlenül. Nagyon király, hogy
Miért mozog az az izé ott mögötted, az a nagy... Lövi, az egy ágy? Tudja, hogy rosszul csinálok mindent, majd megkapom a kommenteket. Miért nem, ja, miért nem azt használ, ne használj ezt, még Destro-t használsz, miért nem Affliction, blablabla, nem érdekel. De érdekel nyugodtan. Én megkérdezem, miért vagy béna? Úristen, alacsony a HP-ja a petemnek. Miért vagy béna? Azért vagyok béna, no. Senki nem tanította meg, hogy ne legyek béna. Na tessék át, fel, na, fulatok. Úgy szeretem egyébként, amikor egy ilyen videó alatt megjelennek az okoskák, és így okoskodnak, és okoskodnak. Eleve azoktól az emberektől idegrohamot szoktam kapni, aki okoskodik, az, az legborzalmasabb. Hát így magát próbálja. Akkor mondja maga, de igazából értelme nincs annak, amit mond, meg igaza sem nagyon van, de azért mondja. Meg nem lehet őket meggyőzni semmiről. Semmi, a kedvencem az, az, amikor így valaki okoskodik, mondjuk van egyet érteni, és akkor csak azért is az ellenkezőt kell. Igen, csak azért, hogy jövő legyen igaza az legyen. Utolsó, igen, utolsó szó, meg hogy igaza legyen. Milyen vagy ember? És olyan ilyen kommentelő van. Igen, igazad van, de. Igen, igazad van, de. Kedvencem. Ne is volt. De egyébként, most mitől meghaltál? Nem. Videó? Megcsinál. Te lehet, hogy videó, te. Nézzük. Igen, ó! Azt a mindenit, na hát emberek, történelem jelentősége. Spoiler! Nem tudom mondani, hogy mi történik, de ez spoiler. Az nem tudom, szerinted az allisoknak is ugyanez van? Mondjuk biztos ugyanez van. Hát itt összefognak az allisok, meg a hordások, és akkor együtt legyőzik. Szerinted mi fog itt történni? Nem tudom, de olyan vicces, hogy ezek a jelenetek ilyen baromi epikusnak tűnnek ott a játék, azért ugye, mert egy MMORPG annyira nem lehet soha epikus, mint amilyennek ez kinéz. Hát jó, hát eleve az arányok teljesen más, hogy működnek itt. Itt egy világon át lehet repülni 2 perc alatt, vagy egy kontinenst, vagy egy országot. Egy film lesz, ez így teljesen mást, hogy kell majd ezt elképzelni. Tényleg jövőre jön a film, ugye 16-ban? Még trailer nem volt, de lehet, hogy 15-ben? Nem, 16 a film, azt hiszem. De tudjátok mit? Ezért van nekünk internetes, szuperokos telefonunk, hogy meg tudjuk nézni, hogy mikor jön a Warcraft film. De ez lehet, hogy igazad van, igen. Most nem tudom, csak... De mindegy, biztos vagyok benne, hogy jó lesz. Nagyon remélem egyébként, hogy a játékzenét fogják abban is megszólaltatni. 2016 az IMDb szerint. Hát akkor az az. Ja. És 2016-ban jön a mindenki, a kedvenc játéksorozatokból a film, az Assassin's Creed! Jaj, ne! Hát én lehet, hogy most már köztudottan mondhatom így, de én kinevettem az Assassin's Creed-et. Annyira túlzásba estek már annyira. Vele. És akkor szidják az EA-t a izé miatt, a Battlefield miatt, meg mindenkit a Call of Duty miatt, az Activision-t a Call of Duty miatt, a Ubisoft meg úgy harácsolja a pénzt az Assassin's Creed-ek után, meg rossz nézni, komolyan mondom. Meg egy idő után baromi fárasztó az összes, szóval amikor egy más sem mondja, én az új Assassin's Creed videó, hagyjál meg békén. És mindegyben van valami újdonság, ami miatt el lehet adni, meg amikor rá is lehet mondani, hogy jó, mert tényleg biztos jó, csak egyszerűen nekem, az én ízlésemnek már ez egy kicsit így nem fekszik. Látványos, és ezt mind in-game modellel csinálták. Na. Videó, számomra, kérem a lootot. Számomra személyes, ez most ultra személyes vélemény, bármit, amit mondok, személyes vélemény, de hogy például az Assassin's Creed, ez nekem mindig az ilyen tipikus 12 évesnek gyártott játékot ütötje eszembe, hogy így hiába van rajta a 18-as karika, szerintem így nem tudom, valahogy mindig az van bennem, hogy ez olyan, mintha ilyen buta dolgok vannak sokszor benne. Igen. Úgy, tudom, hogy ezt mint a gyerekeknek csináltam, hogy ez egész értelmetlen, tele van önellentmondással a világa, a megoldásai, kivéve tisztelt a kivételnek ugye a második rész és a Brotherhood nagyon jók voltak. Meg ugye hát most a Black Flag is nagyon jó volt. Azt én nem játszottam, pont akartam mondani, hogy azt nem tudom. Mert azt mindenki mondta nekem, hogy ez megint tök jó, azt nem játszottam. Nem azért, mert nem akartam, nem volt idő. Csak nem sok újdonság van, mert nem meg nagyon bogos, meg ilyenek, az is ilyen. Meg skill, hogy tanulj meg ülni az a kedvenc. Hát ez így. Arnold nem tud ülni magától. Ne is mondd. Na jó, most sem, mert mindenki meggyűlölt minket, aki nem 30 év fölötti. Igen, hát a Far Cry, nem Far Cry-nál, a Crysis-nél, amit kaptunk, úristen. Hú, te! Jaj, múltkor egy kisrác megkérdezte ott a videó alatt, én néha így a saját profilommal vissza szoktam menni így a videókhoz válaszolgatni, sőt, elég gyakran csinálom ezt. Te kis butus! Ugye, én hülye. Na és képzeld el, hogy egy srác megkérdezte, hogy játsszuk-e még a Crysis multit,
mert ugye a múltkor látta a Crysis 3 multiban a PC Guru 22-t is, ez biztos mi vagyunk, és hát így finom, finom szarkazmussal megjegyeztem, hogy még működik a Crysis 3 multiplayer. Válasz, ha persze. Oh, és így rájöttem, hogy szegény nem értett, hogy arra utalom, hogy azt sem tudjuk, hogy működik-e, mert mikor indítottuk utoljára mi ezt a játékot? Hát mikor megjelent kb. Kb. Ja. Annyira... Jó, mondjuk, hogyha azokat nézed, akiknek nem nagyon fut már más a gépén, meg szeretik... Pont a Crysis, ne szórakozzál már velem, mert a Crysis 3 a mai napig nem fut egy csomó gépen. Mondjuk ebben igazadban. Az pont nem az, inkább... De nem mondjunk a Crysisról semmit, mert megint megkapjuk. Tényleg erről nem szabad mondani semmi rosszat. Szeretjük a Crysis. Igen, az EA fizet minket. Igen, az EA fizet. Te mennyit kaptál? Fú, hát... Én most kapom az új kocsit, te. De azt hittem téged a Blizzard fizet, mert mióta indítottuk ezt más sincs. Ja, tényleg Blizzard fizet. Fap, jaj, de jó, fap, nézzétek, milyen jó játszom, fap. Combat, kiírt, hogy Combat, milyen Combat, hol van Combat? Mortal Combat? Minus Combat, az azt jelenti, hogy kikerültem, mert valamelyik, Combat. Valamelyik izé üldözött. Fú, de jól néz ki itt az a leégett erdő. Ezt szereted, mi? Tüzet meg a pusztulás és halál, végre, ez neki való. Ez egy játékos? Nem. Ez is ilyen quest hub. Jaj, és jaj. Mit játszol most a WoW-on kívül egyébként? És nem ér azt mondani, hogy Heroes of the Storm az nem érdekes. Dotát is mindenki tudja, hogy játszol, az érdekes. De hát, hogyha ezeket, akkor mit csinálja? Campanyt Heroes-oztam. Most rákattantam arra is egy kicsit, mert játszottam a új Ardennek asszalta. Ami tök jó volt, csak éppen... Azt hogy ejtik egyébként, amúgy, mert és halálkom, hogy azt nem tudom, hogy fogalmam sincs. Biztos úgy, hogy Ardennes, vagy Ardennes. Igen, valami fura lehet, de nem tudom. Egy európai, úgy ejtem, ahogy akarom, jó? Ardenneki csata. Ardenneki csata, az lesz. Úgyis magyarok vagyunk. Ez itt a háborúhajó világa. Warcraft. Valamelyik újság egyszer csinált egy cikket erről a Warcraftról. Olyan jó nevet adtak neki, hogy a frostsokosok kb. Egy évig röhögtek rajta. Mi volt ennyi? Nem tudom, épp ez az, hogy már nem jut eszembe egy ideje, de az alapján akartam rákeresni, de az biztos beírja valamelyik kommentelőnk, aki rendes. Valami nagyon kemény cikk volt, hogy öli meg a családokat a World of Warcraft nevű, csak hát akkor... De várjál, szerintem az a cikk az nekem onnan van meg, hogy én a szakdolgozatomat az MMORPG társadalmi hatásairól írtam. De jó, és igen, és akkor én ugye csináltam kutatást magyar és külföldi szakirodalomból, és azt hiszem, hogy emlékszem erre az anyagra. Most, hogy mondod, volt egy ilyen cikk, igen, egy ilyen baromi demagóg, már bocsánat, szar volt, de már nem emlékszem, az a baj, annyira régen volt, de most, hogy mondod, mert tudom, hogy volt egy ilyen cikk. Volt méghozzá valamilyen ilyen hülye portálon, ilyen, mármint viszont nem emlékszem már, hogy hol. Nem akarok most mondani semmit. Nyomtatott sajtó volt. Én online találtam meg. Az a baj, hogy sokan így úgy néznek az MMO-kra, hogy mint valami méte, így... Hát aki nem érti, meg... Igen, nem érti, hogy ez nem veszi a fáradtságot elolvasni, hogy mi a franc ez, aznál nyilván... Meg hogy így a családfő, vagy bárki, a gyerek, az elmegy, és a World of Warcraft miatt izé... Nem jön ki a szobájából, lesz. Meg ilyenek, hát ez nem amiatt van, hanem azért, mert ott érzi magát jól, és kívül meg nem egyébként. Ezen kéne változtatni. Dr. Chris. Rendben a Levrovban, minden igen, hónapban. Igen, írjatok nyugodtan bármilyen pszichiátriai vagy... Mi az a tévés műsor, ami mostanában így az idegeiden játszik? Doktor... Doktor Tóth. Doktor Tóth, tényleg, na ez a doktor környei. Az nagyon jó műsor, ezt nézzétek. Csak nagyon ajánlom. De jó Isten. Amikor emlékszem... De egyébként biztos vagyok benne, hogy nagyon jó hatással van egyébként a műsor itt a egészségügyre, mert annyira sötétbe tapogatóznak az emberek, hogy már ez is egy nagy segítség. Figyelj, a magyar egészség ugyan szerintem minden nagy segítség. Na, így van, és akkor veszi a fáradtságot Dr. Tóth, és elmagyaráz egy csomó dolgot ilyen holt egyszerű stílusban, amire szükség van, biztos vagyok benne, csak amikor így nézem, és így kicsit fájdalmasak a dolgok, amiket ott bemutatnak, és így mindent ráadásul nagyon látványosan legirítálod, meg azt, hogy mindenhez tapsolnak. Igen, így. És akkor most jöjjön ki, Piroska, mondja el nekik, hogy miért lisztérzékeny. Igen, ez az ilyen amerikaias műsor. Egyébként én úgy gondolom, hogy ami azt a műsort illeti, nekem az volt az első vélemény, amikor megláttam, hogy ez egy hiánypótló dolog, csak tele van gyermekbetegségkel. Tehát a magyar televízióban ilyenre én még nem emlékszem, hogy lett volna. Nem, nagyon jó, hogy van. Tök jó, hogy van, csak érezni rajta, hogy még nem tudják, hogy hova akarnak ezzel haladni, mennyire legyen professzionális, mennyire legyen ugye, hát
már bocsánat, gyerekes, igen, egyszerű. Még nincs meg az a fajta ilyen tapasztalat mögött, ami mondjuk az ilyen amerikai hasonló stílusú műsorokat irányba szabta, meg angol, mert pedig nagyon sok. Angolból láttam én is párat, ez a haciki, ha nem beteg vagy. Igen, vagy az kifejezetten valami, érdemes nézni, ha valakit érdekel. Ott aztán nem voltak tabuk, olyan dolgokat mutattak, meg nagyon kemény. Mondjuk ott kell is hozzá egy olyan közönség, akiket így meg lehet kérdezni, és tényleg nem szégyellik. Jó, meg az specifikus csatornán megy. Tehát ezt is tegyük hozzá, nem országos csatornákon megy, hanem azt hiszem aztán TLC, ami a Discovery-nek egy előfizetős csatornájának a műsora, tehát az kábel, az megint más, főleg a külföldön megint más. Igen. Igazad van, de! De! A de előtt lévőt ilyenkor azt tudod, hogy... Senkit nem érdekel, igen. Én tisztellek, de... Igen. Nem akarlak megbántani, de... Nem vagyok rasszista, de... Igen, tényleg, pontosan így van. Ja, ez így mindenfelül ír a de előtt. Egyébként, ha már így játékok szóba kerültek, én most nem egyetlen játék az, amit így nagyon-nagyon nem bírok abba hagyni. Ez ugye amikor már volt bőle videó, és lehet, hogy lesz is most. Breakfast, fogadjunk! Így van a breakfast! Na, sejtettem. Pont ma jött ki a harmadik heti update a Bugbearnek a weboldán, ahol megírták, hogy visszatért egy volt Bugbear-es fejlesztő, aki nagy Varga betű után hazatért bizony, és ő az, aki a legtöbbet tud az ilyen autótörés modellezésről a csapatban, úgyhogy váltó, javulni fog, tovább javul a törés. És a következő update, amiről nem tudták megmondani, hogy mikor jön, de szóval az új patchben már a fizika is lehet ugyanilyen a végső formát. Jóval, tehát hogy végre beszapták arra az irányra. Tényleg? Mi eddig nem volt a fizika? Hát volt, csak még, hát ne felejtsd, azért mindig prealfa, van még mit csiszolni. Én megmondom őszintén, inkább egy-két olyan funkcióval látnám már a játékot a helyükben, amire nagyon sokan kérnek. Például, hogy így... Ami... Szeressen viszont téged, igen. Mi a másik? Nyugodtan mondjad, nem akarod. Öld meg a madárembert inkább, és ne beszélj. Igen, megölöm a madárembert, kösz, hogy szóltál. Mi baj van a madáremberekkel? Ön ártatlanul átcsorgott, ott nem csinált semmit, csak várta, hogy esőn az eső. Felőtte volt egy nagy felkiáltója, hogy ölj meg. Fúha, én inkább nem, vigyázzunk kell veled, mész utcán valakire irányézel. Azt mondom, majd a székedre ragasztok egyet, azt már tudni fogod, hogy ne leszel a következő. Beront egy csomó agresszív bobos, és így lekaszabolnak engem. Hát ott volt a fölke, az volt a quest. Egyébként tényleg ez volt. Ó, azt hittem, hogy nem pedig, de túl nagy volt ahhoz, hogy ne legyen quest. Kicsit egyszerűek egyébként. Quest. Hopp, és ömlik, nézd, most léptem 95-ös szintre, és mindjárt lépek 96-ra, mert itt mit kell felvenni? Mert csak úgy ömlik az XP, igaz? Ömlik. XP. Vagy ahogy mondják, tapasztalati. De és most így eszembe jött, az elmúlt negyed órában csak a kereskedelmi csatornáknak a műsorairól beszéltünk. Nem csak, mert... Ja, de... Bocsánat, ma nem hülyeséget mondtam. De nem baj egyébként, biztos. Sokan igen, nézik szóval ezeket. Mit akartál mondani még ehhez kapcsolatban? A doktor tudta? Nem, úgy általában, mert elkezdtél mondani valamit, csak én a jó szokásom a szívembe lesz. De nem, a breakfastről beszélgettünk meg arról, hogy te mivel játszol, meg én mivel játszok mostanában. Ja. És most Heroes of the Storm-ozok egyébként. Mert lesz bőle töst. Lesz bőle, bizony. Töst. Egyszer talán. Majd. De még nem tudom. Kicsit érdekes az is. Most így megnéztem, hogy mennyibe kerülne, ha az összes hőst meg kéne vennem. Mennyi lenne? Hát így darabja mondjuk 8-10 euróval mi? Számolom. Várjál, egy hős 8-10 euró? Hát azzal, hogy állokkolod, és akkor örökre a tied lehet. És hány hős lehet megvenni? Azt hiszem, olyan 20 van benne. Tehát pikpak fejszámolás. Ebben rossz vagyok, de... De 200 eurót rá kéne költened most így egy játékra, akkor az 60 ezer forint? Igen, az wood. A wood, lol. Lol, wood. Igen, egy kicsit érdekes. Blizzard, please. Kérlek. Egyébként meg lehet venni aranyért is őket egyébként. Most eddig vagyok azt hiszem olyan 10-es szintű, nem olyan magas. 7000 aranyam van. Egy hős 10000. A drágábbik fajta. Azt a rohadt. Inkább nem mondok semmit. És akkor egyet megvehetsz. Ez egy kicsit szerintem fölé áraszták ezeket a dolgokat, de hát annyi de baj. De még most még igazából béta, ugye? És akkor még lehet ez változik, nem? Vagy persze. Ez már nem fog árváltozni? Hát az árakat lehet, hogy leviszik, de szerintem a adósávok miatt itt egy kicsit többbe kerülnek itt az Európában. Ja, hát igen. Ami nem kint dollárban 10, az itt euróban 10.
Igen, egyébként az állandó probléma például most is volt, hogy nézegettük, így Zsombát kérdezte tőlem, hogy most akar venni videókártyát, eleve új gépet épít, és hogy hát elég drága most a 970 GTX, még ugye olyan 90-100, de hogy megérje várni mondjuk árcsökkentést, vagy ruházzon be a 960-ra, ami most jön majd, és az olyan 60 ezer körül lesz idehaza, az lesz a új középkategóriás király elméletileg, és alsó közép. És hát így mondtam neki, hogy szerintem megéri, mert az a baj, hogy a 970-re várni, ha le is esik az ára mondjuk akkor, mikor jönnek az új Radeonok, mert azért nem nagyon fog, akkor is, ha Amerikába esik néhány dollárt, mondjuk nem tudom, 50 dollárt, az idehaza egy alig lesz érezhető, és akkor esett 2000 forintot. Tehát, hogy nagyon, még mai napig érezhetőek ezek a külföld és belföld közti anyagi különbségek, hogy tényleg mennyire más, hogy mérik ott a pénzt. Igen. Közgazdasági rovatunkat hallottál. Igen, köszönjük szépen. Te hogy méred a pénzt egyébként? Én lapáttal szoktam. Hát mert téged fizetnek különböző cég. Elvitt magával a Blizzard, a Discordra, érted meg, mit tudom én. De engem sajnos nem. Téged hova visznek? Engem sehova, pokolba kívánnak. Cebitre nem visznek? Nem visznek Cebitre, mert Cessre lenne jó, de... Mondtam, én mindig mindenkinek jelentéktelen vagy ahhoz. Nem hitték el. Igen, ez általában vicces, amikor bármilyen téma van a guruban, akkor így két embert szoktak emlegetni, téged és ugye Bétet. Ja, aki már nem is dolgozik ugye itt. Meg Csokót. Ja igen, meg az a másik gyerek, aki nyafog, a Kokó. Kokó, tényleg a drogos. Igen, a drogos. A drogos újságíró. Köszönöm szépen. Kérek egy tapsot. Az a baj, hogy ma is kell menned drogtesztre, nem? Nem, ma haza kell mennem végre, miután ennek a borzalomnak vége. Egyébként most mi a fene tört? Megint egy madárember, őt is meg fogod ölni? Nem. Ő a jó madárember. Igen. Kérdezzél még nyugodtan, megint egy quest hubhoz elérkeztünk. Ó, add ide a flypontot, kösz, add ide a questet, kösz, és így nem tudod lerakni, meg questre mész. És jaj, még ezt megcsinálom, aha. Hát én a Skyrim-mal voltam így régen. És komolyan most le kéne adnom ezeket, ott azokat a kérdőjeleseket. Azokat még leadom. De közben meg kéne csinálnom itt az újakat is. És... áh... szemétség. Mocskos bizet. És betámadtak az óriás békák. Tényleg mit szólsz egyébként a pletykákhoz, amik lassan már nem is annyira pletykák, hogy ha már MMO-knál tartunk, hogy úgy néz ki, hogy tényleg minden is lesz az Elder Scrolls Online. Mármint free to play. Semmi igazából, mert attól még, hogy free to play, nem fognak szerintem sokkal többen játszani vele, de ne legyen igazam. Meg amellé, hogy free to play, azért az is érdekes, hogy mi lesz benne fizetés, meg hogy lesz benne fizetés. Hát gondolom a játék maga. Meg kell venned a dobozt és szavaz, szerintem. Vagy esetleg valami olyan, nem hiszem, szerintem én csak a mikrotranszakciós rendszer működhet, csak mi az, amit megvehetsz. Hát jó, illetve működhet a Guild Wars-szerű... Hát figyelj, az biztos, hogy nem fogják ingyen adni, mert a játék maga boldog most is 10 ront. Tehát miért adnák ingyen? Igen. Tehát az nem hiszem. Valsz úgy lesz, hogy megmarad a dobozos, és akkor én tényleg azt tudom elképzelni. Vagy még csak az sem, hanem az lesz, hogy mondjuk lesz hogy a Guild Wars-nál is azt hiszem van olyan, hogy mikrotranszakció, vagy premium content, vagy valami ilyesmi. Ezt el tudom kérdezni, esetleg lesz, de azt mondjuk... Tehát még ugye nem tudjuk, hogy hivatalosan ebből lesz-e valami, meg mi lesz belőle. Lehet, hogy mire ti ezt halljátok, ezt a videót két nap alatt már fejtetejére állt a világ, és ebbe Bethesda bejelentett, hogy nem lesz free-to-play. De egyébként csak azért kérdeztem, mert ugye az volt az egyetlen olyan játék az utóbbi, nem is tudom hány évből, amit állandóan úgy reklámoztak, hogy fú, az új MMO zsáner, ó, most aztán vége a WoW-nak, és igazából a WoW-nak úgy látszik, hogy soha nem lesz vége, tehát én nem... De ha csinálnak a Blizzardnál egy másik MMO-t, akkor lesz vége csak egyébként. Ami szerintem egy WoW 2 lesz. Nem igazán hiszem, hogy lenne értelme egy teljesen újat. Nézd meg a Titán, nem véletlenül állították le. Túl ambiciózus, még minek? Nyelni a pénzt. Igazából. Hát egyébként úristen, bocsi, csak most meg fogok halni. Azt látom én is, hogy a madáremberek bedőltek. Hajrá, madáremberek, mutassátok meg ennek a madárrasszistának, hogyan kell. Ez igen, az. Légy szíves, gyújtsátok fel, hol a háték? Azt írja, hogy Henchik. Melyik csík a sokban? Úristen, menjen vagytok, ti szemét, madáremberek. Szerintem most ez a gyalázod még őket, attól biztosan békésebbek lesznek. Valaki segítsen, nem akarok meghalni. De ó, meg most jut eszembe, hogy van ilyenem. És nem használtam potion, vagy valami.
Úristen, mekkora az a nagy madár. Mondtam. Uha. És alig volt HP-ja, és azt egy cuccot dobhatja. Meghaltál? Valami köpenyt. Véged van? Véged ha meghalok, van? Akkor szellem leszek, és el kell mennem újra a holttestemért, vagy felégedhetek ott az angyalkánál. Mi ez? Demon Souls? Mi a fene? Felveszem a hullámat, aztán kilépek. Na. Szóval felélethetek ott az angyalkánál, csak akkor kapok egy ilyen betegséget 10 percig, hogy minden statom lemegy 75%-a, tehát gyakorlatilag fél hulla leszek 10 percen át. Plusz a cuccaim is kapnak egy csomó amortizációt, amit aranyért meg kell javítani. Úgyhogy ez nem jó dolog. Alt F4. Nem, fel kell szednem a hullámat, és vissza kell teleportálnom. Tudom, játszottam Dark Souls meg Demon Souls, tudom, hogy milyen ez, fel kell szedni különben. Kiléphetnék, csak akkor is fel kell később szednem, és inkább most szedem fel. Egyébként, mikor ti ezt hallgatjátok, én valószínűleg egy fantasztikus, sőt biztos egy fantasztikus wellness hétvégén lógatom a lábaimat. Nagyon bízok benne, hogy úgyhogy hiába szóltok hozzá, bármit nem fogom le. Nem Észak-Afrikába megyek, hanem egy wellness hétvégére, egy jó helyre, egy jobb helyre. Egy jobb, innen nincs jobb helyen, mint mindig mondod ezeket. Mert itt játszhatnál videójátékokkal, ott meg odamész, és ott fogsz unatkozni. Nem. De nem. A szaunában nem fog unatkozni, ott fog izzadni egész nap. Te? Bizony. Te nem láttalak izzadni. Nem, majd most. Nem, most se fogod, mert nem lesz el ott, de... Ha szerencsé. Majd küldök egy selfie-t, ha szeretném. Ne. Na, erre visszaportulok. Gerisomba. Gerisom bácsihoz, ugye, ahogy te szoktad mondani. Igen, Gerisom bácsi. Istenem. Ezt az altomat föl kéne húznom már százasra. Ez a szerencsétlent, akivel most vagy, ez a... Ja, algopirint, igen. Algopirint. De nem is algopirint, nem, csak algop. Ja, jó, az algopirint. Algop. Miért hazudsz, nem algopirint? Mindent kipróbáltam, sehogy sem működött. Hogy próbáltad, hogy algopirint egyesei helyet? Átmentem a Blaszkápra, hogy így a haverokkal együtt tudjak játszani. Akikkel? Várjál. És utána botokkal? És utána meg kitaláltak, hogy jaj, én inkább mégsem jövök visszavovozni. Olyan rohadt ideges lettem, hogy el nem tudod képzelni. Mondjuk mindegy, mert a másik szerverem is kihalt volt, meg ott sem volt már ott senki, de... Jó a verjeid vannak, mit nem mondjam. Jó gyerekek, csak hát meggondolták magukat, nincs rá pénzük. Aztán és nem veszel nekik volt, hát. Neked, akit ennyi ember fizet az IE, fizet a Dizel. Elkapunk, aztán kivágjuk a vesédet, eladjuk, és lesz mindenkinek vov, jó? Nem olyan olyan sokat az a vesé. De igaz, az alkoholista vesét nem annyira jó pénz, de valamennyi. Na, jövő héten meg akkor Heroes of the Storms-ozunk. Aj, de ez most halál komoly, tényleg azt fogunk, és Krisznek leharapjuk a fejét, hanem ezt jövő héten videó, szóval... Mindig lesz nekem. Heroes of the Storms, az jó, az szeretnék én is játszani. Tehát azért nem szoktad akarni az ezzel játszunk, hogy egy csomószor, mert olyan játszunk, ami neked nem tetszik. Ennyire nem sekélyes. Azért, amiért te picsogsz. Igen, a kokó a nyafogós. Köszönöm szépen, viszlát. Na, csokolom én is.